Sziasztok, a mai adásban bontogatni fogunk, mivel jártam a csatorna egyik támogatójánál, Mátyás Lászlónál, alias Matyinál, aki ugye már korábban is adott kölcsönkészleteket, és most hosszú idő után újra tudott szerezni olyan dolgokat, ami szerinte izgalmas lehet számunkra is. Szóval nézzük is, megkezdjük a zacskóval. Itt kikandikál belőle egy nagyobb doboz, nézzük meg mi az. Igen, autórajongóknak szerintem egy kötelező elem, egy gyönyörű szép Ford Mustang Creator készlet, amiben az a király, hogy nem csak technikből lehet nagyon jó autókat felépíteni, hanem ugye system elemekből is. És ahogy látható, egy eléggé nagy dögről van szó, 34 cm hosszú és 14 cm széles, illetve el tudjuk dönteni, hogy hogy nézzen ki, mivel fel tudjuk tuningolni is, a készlet tartalmaz egy ilyen kis tuning kitet is hozzá. Szóval tényleg így személyre is lehet szabni, ami tök király dolog benne. Ezt mindig szeretem, hogyha el lehet dönteni, hogy milyen legyen az a készlet, amit felépítünk. És van egy kis plusz érdekesség benne, hogy itt megnézitek, az alkatrészek szépen fenn vannak a doboz tetején, mint ahogy a régi készleteknél volt. Ez nagyon jó pofa kis dolog benne, de majd a készlet elemzésénél úgyis kitérek rá megint. Ebben a zacskóban viszont még van egy kisebb készlet, amit mindjárt elő is veszek. Ez pedig nem más, mint a 2023-ban megjelent Executor MIDI Scale modellje, ami ugye a 40. évfordulóhoz készült, a Return of the Jedi évfordulójára. Ez is egy olyan készlet, amiről szerintem azért érdemes beszélni, főleg, hogy mondjuk jól tud kinézni a rendes nagy Super Star Destroyer-rel vagy Executor-ral. Amúgy így ránézésre azért egy eléggé korrekt modellnek tűnik, meg így dobozra is azért van benne anyag. Annak ellenére egy viszonylag kicsi 630 elemből felépülő dologról van szó, azért van tömege, azt kell mondjam. De gyere, tök kíváncsi vagyok, hogy milyen élőben, mert még csak képeken láttam. És itt van ez a nagy karton, nézzük meg, mi van ebben. Sikerült megközdenem vele, és jött doppergés. Az Eldorado erőd, ami ugye egy retro készletnek így az újra gondolása. És ez nagyon király. A boltba ugye szedtünk szét belőle, és így az alkatrészét láttam már, meg nyilván képeken is, meg talán egyik boltba láttam összerakva is, de ez nem olyan biztos, nem emlékszek már mindenre, sajnos. De ezt mindenféleképpen fel akartam építeni és bemutatni nektek, mivel szerintem egy kimondottan különleges készletről van szó, ami sokak számára kimondottan kedves lehet. Vagy a nosztalgia miatt, vagy pedig amiatt, mert közel áll a szívéhez a kalózos tematika. Doboza is tök korrekt, nagyon szép díszes, hozza a régi dizájnt. És most, hogy így emelgetem a készletet, azért ez se olyan könnyű. Tényleg ebbe is van anyag rendesen. 2500 elem, szóval ez is egy jó építés lesz, ezt nagyon várom, ez annyira király. És még van egy készlet, ami egy külön csomagban van. És ez pedig egy Creator 3-1-ben készlet, amiből egy kalózhajót tudunk felépíteni. És most össze tudjátok rakni a fejetekben, hogy vajon van-e összefüggés e között a készlet között és e között a készlet között. Hát olyan szempontból van, hogy Matyival azt beszéltük, hogy tök jól tud kinézni ez a két készlet egymással kiegészítve, szóval mindenféleképpen szeretném majd kiállítani mellé, így le tudjuk tesztelni, hogy milyen ez a Creator 3-1-ben kalózhajó egy ilyen kis iConsos retro készlethez. Ezt a négy készletet kaptuk tehát kölcsön Matyitól, amit nagyon-nagyon-nagyon köszönök neki,
nélküle ezekről nagy valószínűséggel nem tudott volna így adás készülni, vagy legalábbis nem ilyen hamar, hogyha úgy nézzük, mert lehet, hogy csak évek múlva jutottam volna el hozzájuk. Szóval nagyon nagy segítség tőle, és nagyon-nagyon király dolog, szóval köszi szépen, Matyi. Mi pedig hamarosan találkozunk majd egy másik adásban. Ezeket a készleteket így január folyamán tervezem majd összerakni és bemutatni, szóval ne számítsatok arra, hogy egyből ezeket pörgetem ki, ezeknek megadom a módját. Szépen nyugodt tempóval építem majd fel őket. Ha tetszett ez a videó, akkor kérlek lájkold be, és hogyha még nem tetted meg, akkor iratkozz is fel a csatornámra. Nagyon szépen köszi mindenkinek, hamarosan találkozunk egy másik adásban. Sziasztok!